Decemberben támogatásban részesülnek az elsős kisdiákok, valamint az előkészítős csoportba járó gyerekek is. Bácskertesen a József Attila általános iskolában adták át a csomagokat. Várod már, hogy majd iskolába indulj? Igen. Miért? Azért, mert ott bírok tanulni. És mit szeretnél tanulni? Történelmet, meg ilyesféléket. Én úgy érzem, hogy ez a támogatás mindenképp serkenti a nemzeti önérzetünket egy kicsit. Jelképes lévén is én gondolom, hogy nagyon nagyot vet alatba, hogy egyáltalán gondol ránk az anyaország. A Kárpát-medencében 22 000 gyerek kapott támogatást idén, ebből 2000-en Vajdaságban. Az első osztályba iratkozó tanulók 10 000 forint értékű ösztöndíjat kapnak. Ezúttal már harmadjára ajándékozza őket meg a szövetség, hiszen óvodáskorukban egy évvel korábban, ugye az adventi időszakban már átvették a Mátyás király népmesés könyvet és a csokoládét, illetve a nyáron az iskolatáskákat. Közben persze a Magyar Nemzeti Tanács is megajándékozta őket a beiskolázási csomaggal, amely tartalmazza az ösztaneszközt, amelyre egy elsős, sőt másodikos kisdiáknak szüksége van. Köszönöm szépen a Mátyás királyos könyvet. A magyar iskolaválasztási programmal arra szeretnék sarkentíteni a szülőket, hogy gyerekeiket magyar tannyelvű intézménybe írassák, kezdve már az óvodától. Mi azt gondoljuk, hogy az óvoda egy olyan varázslatos 3 év egy gyermek életében, ahol a nevelés szempontjából nagyon sok minden eldől, nem mindegy, hogy egy gyermek milyen értékeket, milyen nevelést kap. Ugyanakkor a külhoni, adott esetben a vajdasági magyar óvodák speciális helyzetben vannak. Az odajáró gyermekek szülei 3 éven keresztül találkoznak az ott dolgozó pedagógusokkal, óvónénikkel, így az ő szerepük rendkívüli módon felértékelődik abban, hogy a magyar iskolaválasztásban támogatni, pozitívan befolyásolni tudják a szülőket. A 2019-2020-as tanévtől kezdődően már nem csak a szórványban élő magyar gyermekek részesülnek támogatásban, hanem minden vajdasági elsős, aki magyar iskolában kezdte meg tanulmányait.